A FlexPDE nevű véges elemes modellező szoftverrel fogunk megismerkedni. A szoftver a www.pdesolutions.com oldalról tölthető le. A download fűre kattintva, tovább menve, a student menüt választva, a download gombra kattinthatunk, és itt beírhatjuk a letöltéshez szükséges információkat, a keresztnevet, a családi nevet, az e-mail címet, az intézményt, a várost és az országot, ahonnan letöltjük, és ezután a submit-ra kattintva letölthető a fájl, amit telepíthetünk a számítógépünkre, és ezután ott működni is fog. A dokumentációk, a dokumentáció menüre kattintva a Help Files menüben érhetők el, ahol rövid bevezető után, ami a telepítéssel és az installálással foglalkozik, a felhasználói kézikönyvre jutunk, ami bevezet minket egy probléma elemzésén keresztül a program használatába. Érdemes még bonyolultabb problémák esetében a problém deskriptor referenciákat és a technical notes fejezetet elolvasni, a sample problems esetében pedig rengeteg kidolgozott scriptet találhatunk, amelyek futtathatók a diák verzióban is. A program használható mindegy, mindkét, mindhárom dimenziós problémáknak a megoldására. A legelterjedtebb a kétdimenziós felhasználás, így mi is ezt fogjuk venni. A továbbiakban ismerkedjünk meg magának, a programnak a kezelőfelületével.